Semmi sem lehet fontosabb a magyar polgárok biztonságánál címmel. Ön a szóképviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Mielőtt a napirend előtti felszólalásom konkrét tárgyára térek, szeretnék valamit nagyon világosan leszögezni. A demokratikus koalíció nem azért kommunikál a koronavírus ügyében, mert pánikot akarnánk kelteni. Erről szó sincsen. A DK az elmúlt két hétben nagyon türelmes volt ebben a kérdésben a kormánnyal, mostanra azonban láthatóan kezd elfogyni az emberek türelme. Nem a miénk, az embereké. Az, hogy napi egy rendkívüli sajtótájékoztató helyett már kettőt tartanak, az nem helyettesíti a cselekvést, a valódi védekezést, de még csak megfelelő tájékoztatást sem nyújt. Épp ezért ismételten figyelmeztetni szeretném a kormányt. Az ország és az emberek védelme elsősorban a mindenkori kormány felelőssége. A mi dolgunk viszont az, hogy ellenőrizzük és segítsük önöket ebben. És ahogy önöknek kutya kötelessége lenne az ország és az emberek védelme, úgy nekünk kutya kötelességünk az, hogy szóljunk, hogyha nem jól végzik el a dolgukat. Azzal, hogy a járvány már nagyszámú megbetegedést okoz Olaszországban is, és egyre több európai országra terjed ki, új helyzetet jelent Magyarország számára is. Ebben egyetértünk. Azonban miközben komoly a veszély annak, hogy a járvány eléri a hazánkat, az emberek nem kapnak megbízható információkat a kormánytól, a betegség jellegéről, a megelőzés módjáról, a megbetegedés vagy karantén esetén szükséges teendőkről, az információ hiány pedig ebben az esetben az álhírek terjedésének használ és komoly veszélyt jelent. Önöknek 5 nap alatt nem sikerült létrehozniuk egy megbízható tájékoztatást nyújtó honlapot, miközben ezt bejelentették. Mi lesz itt, hogyha tényleg komoly baj lesz? Azt üdvözlendő intézkedésnek tartjuk, hogy az Olaszországból érkezőkre is kiterjesztették a repülőtéri hőmérséklet ellenőrzést. Az ugyanakkor nyugtalanító, hogy semmilyen intézkedés nem történt az Olaszország fertőzött régióból közúton érkezők ellenőrzésére. A következő hetekben több 100 000 Észak-Olaszországban dolgozó román vendégmunkás átutazása várható Magyarországon. Akiket egyébként ellenőriznek, akkor, amikor belépnek Romániába. Az meglehetősen furcsa helyzet, hogy a magyar-román határon van ilyen ellenőrzés, ugyanakkor, amikor belépnek az országba, akkor nincsen. És ne hivatkozzanak Schengenre, mert a schengeni rezsim megengedi járványveszély esetén a határellenőrzés ideiglenes helyreállítását. Ami még inkább aggasztó az az, hogy az új helyzetben éppen azokra, a házi orvosokra, a mentőkre és a kórházakra hárulnak majd a védekezés legnagyobb terhei, akik évek óta eszköz, pénz és emberhiánnyal küzdenek. Márpedig, ha baj van, akkor kevés lesz majd, hogy van eljárásrend, ha egyébként nincs eszköz, nincsen ember és nincsen kapacitás. Bár az illetékes szervek is elismerik azt, hogy új járványügyi helyzettel állunk szemben, a magyar kórházak nem kapnak érdemi segítséget a felkészüléshez és egyáltalán a normális működés fenntartásához. Évek óta verjük az asztalt, hogy nincs pénz a házi orvosi rendszerben, a mentőknél, a kórházakban. Mostanra, a jelenlegi járványügyi helyzetben ez már olyan kockázatot jelent, amit nem engedhet meg magának a kormány, mert ez közvetlen fenyegetést jelent a magyarok életére és biztonságára. Ebben a helyzetben különösen fontos, ha már államtitkár úr említette, hogy az önkormányzatok is részt vegyenek a védekezésben. Ezt a ellenzéki vezetési önkormányzatok megtették, elkezdték a felkészülést. Csak önök ezt nem könnyebbé teszik, nem örömmel fogadják a segítséget, hanem az történik, mint a múlt héten, amikor Niedermüller Péter Erzsébetváros polgármestere kért tájékoztatást a tisztifőorvostól, és önök megtiltották, hogy ezt a tájékoztatást megkapja. Hogyan számítanak innen kezdve arra, hogy együttműködnek önökkel az önkormányzatok? Az önkormányzatok mindent meg fognak tenni, de az önök dolga lenne az, hogy együttműködjenek velük és segítsék őket. Az emberek biztonsága azt is jelenti, hogy az anyagi biztonságuk is meglegyen. Akkor is, hogyha a járványvédelem miatt nálunk is karantén intézkedésekre kerül sor. Ezért olyan törvényjavaslatot nyújtottunk be, amelyik azt garantálja, hogy ilyen esetben is megkapják az emberek a fizetésüket, hogy ne veszítsék el a munkahelyüket, és ne kelljen ebben a helyzetben még a sárga csekkek miatt is aggódniuk. Azt várjuk, hogy támogassák ezt a javaslatot. És természetesen tudjuk azt is, hogy ez pénzbe kerül. Ezért javasoltuk azt, hogy a kormányzati kommunikációra félretett irgalmatlan nagyságú összeget csoportosítsák át a koronavírussal kapcsolatos tájékoztatásra, felkészülésre és védekezésre. Ott sokkal nagyobb szükség van erre, mint a Fidesz hazugsággyárában.
Tisztelt képviselőtársaim, mi a magyar emberek pártján állunk, az ő érdekeiket képviseljük, az ő biztonságukat tartjuk a legfontosabbnak. Annyit kérünk, hogy a kormány vegye végre komolyan a felvetéseinket, azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a szakemberek, a házi orvosok, a kórházak és az ellenzéki pártok megfogalmaznak. Köszönöm szépen!